Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket a Karcagi Helyi Választási Bizottság nevében, a megbízó levelek hivatalos átadásának alkalmából. Köszöntöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk képviselőjét, dr. Fazekas Sándor miniszterurat, képviselőurat, köszöntöm Szepesi Tibor polgármesterurat, Gyurcsek János alpolgármesterurat, Rózsa Sándor jegyzőurat, a jelenlegi és az újonnan megválasztott képviselőket, a helyi választási bizottság megjelent tagjait, továbbá valamennyi résztvevő jelenlévő vendéget. Magyarország köztársasági elnöke az Európai Parlament képviselőinek, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának időpontját 2024. június 9. napjára tűzte ki. Ezen időponttal egyezően a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását 2024. június 9. napjára tűzte ki. Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete 2023. november 30. napján megtartott ülésén megválasztotta a Karcagvárosban működő helyi választási bizottság tagjait és póttagjait. Tagok dr. Cimbalmos Róbert, dr. Karádi László Péter, dr. Farkas Flórián, póttagok dr. Zsembeli József, dr. Mihály László. A választott tagok Karcagváros polgármestere előtt esküdtettek és átvették megbízó leveleiket. A választási bizottság alapulőülése 2024. április 9. napján került megtartásra. A bizottság elnökének dr. Cimbalmos Róbertet, elnök helyettesének pedig dr. Karádi László Pétert egyhangú szavazattal választotta meg. Ezt követően két jelölő szervezet által megbízott tag csatlakozott a választási bizottsághoz. 2024. április 30. napján Domján Sándor Tibor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt által delegált tag, valamint 2024. május 9. napján Szudi Antal, a Jobbik Konzervatívok által delegált tag. A megbízott tagok eskütételét követően a helyi választási bizottság így már ötfős bizottságként működött tovább. A választási bizottság feladata volt többek között a jelöltek nyilvántartásba vétele, a választással kapcsolatos kifogások elbírálása, a jelöltek szavazólapi sorrendjének sorsolása, a szavazólapok adattartalmának ellenőrzése, jóváhagyása, a polgármester, a helyi önkormányzati képviselő, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményeinek megállapítása. A bizottság működése során 81 határozatot és 4 jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozott. A választási bizottság 2 polgármesteri jelöltet, 24 egyéni választókerületi jelöltet, 6 roma nemzetiségi önkormányzati jelöltet és 2 kompenzációs listát vett nyilvántartásba. 1 polgármester jelölt és 10 egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele elutasításra került. Ajánlóívek határidőben történő leadásának elmaradása miatt egy esetben történt bírság kiszabása, a bírság összege 16 000 forintban került megállapításra. A választási eljárás időtartama alatt 1 darab kifogás érkezett. A választási bizottság döntéseivel szemben jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be egyetlen esetben sem. A helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat, és megállapította a 2024. június 9-i polgármesterválasztás és helyi önkormányzati képviselőválasztás eredményét, majd a szavazókörökben leadott és a helyi választási irodához beszállított roma nemzetiségi szavazatokat a bizottság megszámolta, megállapította a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás eredményét, továbbá megszámolta és jegyzőkönyvben rögzítette a területi és országos roma nemzetiségi önkormányzati választáson Karcag településen leadott szavazatokat, továbbította ezeket a helyi választási irodán keresztül a területi választási irodához. A városban a választás törvényesen, eredményesen zajlott le. Ezúton is köszönöm Rózsa Sándor jegyzőúrnak, mint a helyi választási iroda vezetőjének és a helyi választási iroda valamennyi munkatársának,
a választás sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében végzett munkáját. Megkérem a helyi választási iroda vezetőjét, Rózsa Sándor jegyző urat, hogy a Karcag városban 2024. június 9. napján lezajlott polgármester és helyi önkormányzati képviselő, továbbá települési roma nemzetiségi önkormányzati választás eredményének az ismertetésére. Kérem, hogy a neve elhangzását követően legyen szíves a megválasztott személy kifáradni és a megbízó levelét tőlem átvenni. Tisztelt jelenlévők! Karcag városában június 9-én megválasztott polgármester Szepesi Tibor, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. Polgármester úrra leadott érvényes szavazatok száma 4892 szavazat, ez az összes érvényes szavazatok 65,74%-a. Egyéni választókerületi képviselő. Az első számú egyéni választókerületben Molnár Pál, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. Képviselő úrra leadott érvényes szavazatok száma 581 szavazat, ez az összes érvényes szavazatok 69,33%-a. Kettes számú egyéni választókerület dr. Kanász Nagy László, Fidesz, Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. Képviselő úrra leadott érvényes szavazatok száma 517 szavazat, ez az összes érvényes szavazatok 52,33%-a. Hármas számú egyéni választókerület. Nagyné László Erzsébet, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. Képviselő asszonyra leadott érvényes szavazatok száma 573, ez az összes érvényes szavazatok 68,95%-a. Négyes számú egyéni választókerület, Gyurcsek János, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. Képviselő úrra leadott érvényes szavazatok száma 523, ez az összes érvényes szavazat 58,05%-a. Ötös számú egyéni választókerület. Dr. Pintér Zoltán Árpád, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt.
Képviselő úr, a leadott érvényes szavazatok száma 709 szavazat, ez az összes érvényes szavazatok 64,63%-a. Hatos számú egyéni választókerület. Karcagi Nagy Zoltán Imre, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. Képviselő úr, a leadott érvényes szavazatok száma 568 szavazat. Ez az összes érvényes szavazat 62,69%-a. Hetes számú egyéni választókerület, Kunné Nánási Mónika, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. Képviselő jelölt asszonyra leadott érvényes szavazatok száma 495 szavazat, ez az összes érvényes szavazat 54,82%-a. Nyolcas számú egyéni választókerület, Birizló Csaba Szabolcs, Fidesz, Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. Képviselőjelölt úrra leadott érvényes szavazatok száma 666 szavazat, ez az összes érvényes szavazat 72,95%-a. A településen kompenzációs listáról 3 mandátum volt szerezhető. Kompenzációs listán megválasztott képviselők Lengyel János. Dr. Sélei Ilona. Andrássy András Pál. Mindhárman a Jobbik konzervatívok kompenzációs listájáról jutottak be. A 2024. június 9. napján megtartott települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás is eredményesen zajlott le. A megválasztott képviselők Varga Mici István, Cigány Közösségek Szövetsége, érvényes szavazatok száma 237. Varga József, Cigány Közösségek Szövetsége.
Érvényes szavazatok száma 202. Kis Irén Borbála, Fiatal Romák Országos Szövetsége. Érvényes szavazatok száma 167. Bakó Gábor, Cigány Közösségek Szövetsége. Érvényes szavazatok száma 161. Végül Varga Istvánné, Cigány Közösségek Szövetsége. Érvényes szavazatok száma 151. Tisztelt jelenlévők, engedjék meg, hogy zárásként Vasa Albert a Palota árnyékában című regényéből szeretnék önöknek egy pár gondolatot megosztani, felolvasni. Ezeket az intelmeket, víziókat az író a regény egyik főhőse, János atya egyik prédikációjában tárja elénk. Így szól az idézet. Mert akit farkasnak teremtett vala az Úr, az legyen az erdő farkasaival közös sorsban élő, akit pedig sasnak teremtett, avagy hernyónak, vagy bármifélének a teremtmények közül, az legyen a maga fajtájához hűséges és hasonlatos, mind gondolatban, mind cselekedetben, mind jóban és rosszban egyaránt. Ugyanígy éppen, aki magyarnak született ezen a földön, az legyen magyar és a maga nemzetéhez hűséggel szolgáljon. Mert jaj annak a nemzetnek, melynek fiai egymást elhagyják. A nagyok a kicsinyeket, a kicsinyek a nagyokat. Ott romlás lészen és gyűlölködés lészen, és kókolyt hitel a gonosz a búzavetésekben. Hogy ki kellvén idegen magvakat teremjenek azok, melyek ellepik a földet, s elveszik a nemzetnek erejét. Azért, atyám fiai, mondom néktek, az Úr számon tart benneteket, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. S ha egy is elvész a magyarok közül, az Úrnak haragja sújtja le azt a pásztort, aki a vigyázásban gondatlannak mutatkozott. Akit az Úr magasabbra emelt, többet is kíván attól. Akinek pedig módja volt a vigyázásban, és elmulasztotta azt, az eltöröltetik a földszínéről nemzetségével együtt. Nem tudván szolgálni a maga fajtáját, arra sem méltó, hogy az Urat szolgálja. Mert így mondja az Úr, én vagyok az erős nemzetek istene, s aki hiszen én bennem, hiszen önmagában, megerősítem én azt munkának és harcnak erejével, hogy első lehessen a nemzetek között. Eddig szólt az idézet. Végül, de nem utolsósban újra meg szeretném köszönni a Helyi Választási Bizottság nevében a Helyi Választási Iroda támogatását. Köszönöm a Helyi Választási Bizottság tagjainak és a pártok delegátjainak a kitartó munkáját. Polgármester úrnak és valamennyi megválasztott képviselőnek a város érdekében kifejtett eredményes munkát, sok sikert és jó egészséget kívánok a továbbiakban. Köszönöm szépen! Thank you.